Milyen Isten? Ezzel a témával foglalkozunk most már egy jó ideje. Hétről hétre megnézzük, hogy mit jelentett ki magáról az Isten, hogy milyennek mondja ő magát. És az ezzel a célunk, hogy ne egy olyan Isten képünk legyen, ami valamilyen kitaláció, vagy valami feltételezés, hogy én így látom, te úgy látod, mi pedig úgy látjuk, de ők meg amúgy látják, hanem egy olyan Isten képünk legyen, egy olyan Istent imádjunk, és egy olyan Istenhez szóljunk, amilyen ő maga, amilyennek kijelentette magát. És az öröm hír, hogy Isten pedig kijelentette magát. Leginkább Jézus Krisztusban, de az egész írásban azt látjuk, hogy az Isten megmutatta azt, hogy milyen ő. És ma, uh, mielőtt egy uh, megnézzünk a, a mostani részt, csak egy gyors ismétlés. Az egyik alapigénk, az 1 Korintus 1.9 azt mondja Pál, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Azt olvassuk, hogy Isten egy közösségre hívott minket, nem arra, hogy majd egyszer megismerhetjük Őt, nyilván majd színről színre, tehát majd tökéletesen ott, hanem arra is elhívott minket, hogy már itt a Földön megismerjük Őt, hogy már itt a Földön szeressük Őt, már itt a Földön közösségben legyünk vele. És az örök élet pedig azt mondja, Jézus a János 17.3-ban, hogy az, hogy megismerik az Istent, az Atyát, és akit elküldött a fiát Jézus Krisztust. Ez az örök élet, és erre vagyunk mi elhívva. Aztán szóval megnéztük, hogy Isten szent, hogy mit jelent az, hogy ő egy dicső Isten, hogy az ő szentségében lakozik, de együtt lakozik a megtört szívüvel és az alázatossal. Megnéztük pedig azt, hogy Isten írgalmas. Talán emlékszünk még arra a székre, az írgalomnak a székére, ami oda helyeződik alánk, ami mindenféle hiányosságunkat kitölti, hogy nem tudunk megfelelni, nem tudtunk tökéletesen megfelelni az elvárásoknak, és az Isten betolta az irgalomnak a székét, és megmutatta azt, hogy az ő igazsága által lettünk mi elfogadva. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ő lett szegényi, hogy mi meggazdagodjunk. És a mai témánk pedig egy nagyon-nagyon fontos Jellemzője Istennek, amit ő mond magáról, hogy ő megtartja az ő ígéreteit. Szeretném, hogy olvasnánk egy alapigét, egyetlen verset fogunk csak felolvasni, keressük ki Bibliánkból Zsoltárok könyvének a 18. részét, és a 31. verset fogjuk felolvasni, álljunk fel, és így hallgassuk ma Isten igényét. Zsoltárok könyvének a 18. része, és a 30 egyedik verset fogom felolvasni. Tehát Zsoltárok 18. 31. Az Isten útja tökéletes. Az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Imádkozzunk. Isten, köszönjük a Te ígédet, és hálát adok azért, hogy a te igéd a színigaz és tiszta, és egy pajzs lehet az életünkben, amihez oda mehetünk. Uram, szeretném a többet meglátni belőled, és jobban megismerni téged. Szeretnénk, hogyha ma a te lelkeden keresztül tudnánk mélyebb Isten ismeretre jutni. Arra kérlek, hogy te meg most a mi szemeinket, hogy lássuk meg, hogy milyen reménységre hívtál el minket. Arra kérlek, hogy ad nekünk most a te lelkednek a vezetését. Add a kinyilatkoztatásnak a lelkét, hogy megismerjünk téged. És arra kélek, hogy mind aki most itt van, senki sem elsen haza üresen, hanem tölts meg, Uram, minket önmagaddal. Arra kélek, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk most rád koncentrálni, hogy ne más dolgokon elmélkedjünk, ne a holnapon, ne a tegnapon, hanem tudjunk most itt lenni a Te jelenlétedben. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk ezért. Amen. Foglaljunk helyet. Jól ismerjük, nem, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják, na, az csoda. Érdekes, hogy ez a régi mondás az kicsit átalakult. Most már én így ismerem ezt a mondást, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják, az egy igazi csoda. Hát eljutott ide az emberiség, hogy a kimondott szónak szinte semmi szerepe, semmi súlya nincsen a mai társadalmunkban, és számtalan ígéretet megszegnek, amit nekünk tesznek, de hogy a mélyen ide benézünk, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy mi is ám minden ígéretünket tökéletesen megtartjuk. A gyereknevelésben, hogyha feltárjuk a szakirodalmat, akkor az egyik alapelv, amivel rögtön szembesülni fogunk a gyereknevelésnél, az a következetesség. Ami azt jelenti, hogy nem mondok olyat a gyermekemnek, amit nem gondolok komolyan, vagy nem fogok betartani. És hogyha kicsit megnézzük azt, hogy hogyan szoktunk beszélni a gyermekeinkkel. Néhány idézetet hadd hozzak, amit lehet hallani azért elég gyakran, hogy kisfiam, ha ezt még egyszer megteszed, én kitekerem a te fejedet. <laughs> és ezen gondolkodtam, hogy a kisfiam, aki mindent szó szerint ért, nyilván nem értő, hogy miről beszélhetünk ilyenkor. Vagy ha azt mondjuk, hogy kisfiam, ha ezt még egyszer megteszed, soha többé semmit nem veszek neked a boltból. Hallottam nemrég ilyet, amikor boldva ezt mondja valaki, és azon gondolkodtam, hogy csak nem gondolta komolyan. Hát nyilván fog még venni a következő 60 évbe valamit a gyermekének, vagy pedig nagyon határozott ember, ha ez be is tartja. De mégis ilyeneket mondunk. Tudjuk jól, hogy nem gondoljuk komolyan, meg azt nem úgy kell érteni, fiam, de most a dű kihozott belőlünk dolgokat. Vagy akár egy ilyen mondat, hogy fiacskám, ha felállsz most a vacsoránál, soha többet nem fogsz vacsorálni, meg olyan sok mindent lehet hallani, amire biztos azt mondjuk, hogy hát nyilván nem gondolta az ember komolyan, de egy nagyon súlyos következménye van ezeknek a mondatoknak, hogy a szavunknak a súlya, az csökken, és csökken, és csökken. Mert amikor utána valamit én komolyan akarok mondani, akkor a kisfiám azt mondja, hogy hát a fej kitekerése történt meg, és vacsoráztam azóta már többször, tehát akkor nyilván ezt se gondolta annyira komolyan az édesapám. Aztán, hogyha megnézzük tovább, hogy nem csak a gyerek nevelésben vannak ám ilyen ígéretek. Azt mondta valaki, hogy amikor egy menyegzőn az esküvőn a fogadalom tétel hangzik, akkor nagyon sok esetben sajnos inkább azt lehet hallani, hogy igen, nem, igen, nem, igen, nem. Jólétben igen, szegénységben nem. Egészségben igen, betegségben nem. Boldogságban igen, boldogtalan állapotban nem. És sajnos sokszor ezt igazolja az élet, hogy amit megfogadunk, hogy igen, jól hallható hangon, hogy igen, jólétben, nehézségben, egészségben, betegségben, boldogságban, boldogtalan állapotában, őt nem elhagyom, hanem hozzá hű leszek. Igen. Aztán az élet bizonyítja, és a statisztika, hogy ezt nagyon sokszor nem gondoltuk. De hogyha megnézzünk más mondatokat, mondtunk már ilyet, hogy visszahívlak, nem sokára visszahívlak. Pont a napokban szembesültem azzal, hogy valakiről megfeledkeztem. És azt mondtam, hogy nem sokára visszahívlak. És aztán utána kellemetlen volt két nap után hívni, hogy hát ez most kicsit sokáig nyúlt, ez a nem sokára elnézésedet kérem, megfeledkeztem róla, hogy vissza kell hívjalak. Vagy olyan ígéretek, hogy öt perc és ott leszek. Olvastam egy ilyet, hogy megmondtam, hogy tíz perc múlva ott vagyok, minek hívogatsz fél óránként. Ezeken így mosolygunk, de, de egy nagyon súlyos társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, hogy nagyon-nagyon szabadon bánunk a beszédünkkel. És hogy ezzel szembesülünk, és azt látjuk, hogy mennyi-mennyi ígéretünket nem tartottam be. Igen, kiviszem a szemetet, igen, rendbe rakom a pincét, igen, rendet rakok a szekrényembe, igen, megteszem, igen, 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 és, és megy, megy, megy a beszéd, és nem követi a cselekedet, akkor egy idő után Kétféle következtetésre juthatunk. Az egyik az, hogy ez nem érdekel, és ezt folytatom, és ilyen szavahihetetlen ember leszek. Vagy van egy másik uh, kimenetele ennek a következtetésnek, hogyha azt mondom, hogy na én többé soha nem teszek ígéretet. Most ez is egy ígéret lehetne, vagy nagyon keveset fogok ígérni, mert nem tudom őket betartani, ezért csak azt fogom megígérni, amit nagyon biztos, hogy meg fogok csinálni. És ez is egy jó járható út, de ennek fényében még érdekesebb az, hogy az Isten hogyan bánik az ígéreteivel. Mert mi emberek eljutatunk oda, hogy hát akkor én egyre kevesebb dolgot fogok megígérni, sőt, még annak is csak a tizedét, mert látom azt, hogy mennyi körülmény miatt nem vagyok alkalmassá, nem figyeltem, nem úgy jöttek össze a dolgok, nem tudtam betartani az ígéretemet. De nagyon érdekes, hogy az Isten hogyan cselekszik. Hogyha megnézzük a Bibliát, akkor ezt a könyvet, amit úgy hívunk, hogy Biblia, teljes joggal hívhatnánk úgy, hogy ígéret könyve, vagy az ígéreteknek a könyve, tárháza. Valaki, aki egy huzamosabb időt arra szentelt az életéből, hogy azzal a célral végigolvasta a Bibliát, hogy megszámolja, hogy hány ígéret van benne, utána erről írt egy tanulmányt. Hát én nem néztem meg mindegyiket, amit ő kigyűjtött, de amit ő kigyűjtött, ő azt írta, hogy 8810 darab ígéretet talált, 7706-ot az Ószövetségben, 1104-et az Új Szövetségben. Aztán voltak utána, akik újra és újra számolták, és azt mondták, hogy hát azért ők nem úgy értelmeztek minden mondatot ígéretnek, ahogy ez a testvér, ezért valaki már csak 3300 ígéretet talált. Csak 3300 -ot. Most bármelyik is legyen, nyugodtan el lehet otthon kezdeni, olvassuk el mi magunk az igét, és gyűjtjük ki az ígéreteket. Akár 3300, akár 8000, akár 5000, de mondok egy nagyon komolyat, akár csak 2500 lenne az a kimondott ígéret, amire azt mondjuk, hogy na, ez egy ígéret. Azt látjuk, hogy a Biblia tel is tele van az Istennek az ígéreteivel. És ez valami nagyon fontosat jelent számunkra. Vagy azt jelenti, hogy Isten olyan, mint egy ember, hogy mindenfélét mond és nem tartja be, vagy azt jelenti, hogy mindegyiket betartja, de nem szűkölködik vele, és nem azt mondja, hogy nagyon keveset fogok mondani, hanem azon túl, hogy minden egyes ígéretét betartja, ráadásul még nagyon sokat is ígért nekünk. Szeretném, hogy ezt kicsit megnéznénk. Néhány igét szeretnék erre hozni, arról, amik arról beszélnek, hogy Isten hogyan bánik az ő ígéreteivel. Az alapig, amit olvastunk a Zsoltárok 18-ból, azt mondja, hogy az Istennek a beszéde, a szín igaz. Az igaz. És az, hogy pajzs annak, aki hozzá menekül. Ezt a kifejezést gyakran megtaláljuk az igében, de az új szövetségből is sok igét hozhatnánk, akár a zsidók 10-23-at azt mondja, hogy a reménység hitvallásához pedig szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki az ígéretet megtette. Hű az, aki az ígéretet megtette. Egy királyok 8.56-ban azt mondják, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, melyeket Mózes az szolgája által megígért az Isten. Egyetlen egy szó sem. Aztán a 4 Mózes 23.19 nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, ami nem teljesülne. Hát ezzel választ kaptunk a kérdésünkre. Isten nem ember. És nem azért van tele ígéretekkel a Biblia, mert olyan sok mindent mondott ő is, hogy mi is hálna csak beszélünk, 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 és felesem történik meg, hanem az Isten kritikusan figyel arra, hogy mit mondott. És amit kimondott, Jézus azt mondja a törvényről, hogy egyetlen jótta sem fog elveszni azokból, amíg mindenben nem teljesül. A hegyek és a halmok megrendülhetnek, de ebből egyetlen veszőcske sem fog eltűnni. Isten kritikusan ügyel az ígéreteire. És ez a könyv, amit a kezünkbe tartunk, ez az ígéreteknek a könyve. Nem tudom, hogy hogy tekintesz a Bibliádra. Szeretnélek megbarátkoztatni vele, ha még nem vagy vele jó kapcsolatban. Ez a könyv Isten ígéreteinek a gyűjteménye. Én sokáig úgy tekintettem rá, mint egy kötelező olvasmány, amit ki kell olvasnom. Mert egy jó keresztény gyermek, az kiolvassa a Bibliát. És úgy örültem, mikor először nagyjából azt mondhattam otthon, hogy na végre kiolvastam. És néztek rám, hogy hát hú, a Bibliát nem lehet kiolvasni. Kezd előről. Ki, 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 kidüllettek a szemeim, hogy még egyszer? Hát egyszer már elolvastam. De akkor még nagyon távol voltam az úrtól. Úgy láttam ezt, mintha csak egy kötelező olvasmány az egri csillagok mellett. De sokkal több van benne. És ugye úgy tekintesz a Bibliádra, mint valami szabálygyűjtemény, ami csak arra jó, hogy ez se jó, ez se jó, amaz se jó, akkor nagyon keveset láttam még a Bibliátból. Szeretném, hogy úgy tekintenél rá, mint az életednek a használati útmutatójára, mint Isten ígéreteinek a tárházára. Amit ő megmond, azt ő megtartja. Képzeljük el ezt úgy, mintha egy hatalmas tengeren mennénk a hajunkkal, és minden hullámzik. Egyik hullám a másikat követi, magasabbnál magasabb hullámok becsapnak a hajunkra, és elveszítettük az irányt. Nem látjuk a csillagokat, és nem tudjuk, hogy merre fogok kikötőt találni. Ilyen most a mi életünk ez a mai világ, mindennek a, a hullámát éljük meg. Az értékek hulláma, az egyik alá, vagy a másik újra jön, egy régi érték eltűnik, felcserélődnek minden, és ami eddig száz évek alatt megtörtént, az most évek évtizedek alatt végig mennek változások, és minden változik. És akkor hogyan tudom én, hogy merre kell menni? Isten ígérete olyan, mint amikor a parton meglátunk, hogy ott van egy világító torony, ami nem mozdul. Bármilyen nagy legyen a hullám, bármilyen nagy legyen a szél, az a világító torony az ott áll, és világít. És hogyha ahhoz, követ, ahhoz az életemet hozzá igazítom, és az az én célom, akkor bármilyen hullám legyen, bármilyen szél legyen, én tudom, hogy én oda tartok nem érdekel, hogy most éppen milyen hullámzat jön, nem érdekel, hogy milyen irányzat van most épp a világban, ahhoz az irányító, ahhoz a, világító toronyhoz megyek. És az az én célom. És Istennek ilyen az ő ígérete. És hadd kérdezelek meg, hogy mennyire vagy tisztában azzal, hogy Isten mit ígért. Fel tudnád de sorolni ezt a több ezer ígéretet? És nem az a cél, hogy most felsoroljuk, hanem az, hogy az életemet ehhez igazítottam. Hogy ebben élek, hogy Isten ígéreteiben benne vagyok, és belegyökereztem, és biztosabb alap ez nekem, mint az, amit érzek, mint az, amit látok a saját szememmel. Szeretném, hogy megnéznénk néhány ígéretet, de először szeretnék mutatni egy nagyon fontos ábrát. Ez a kép, ez így tökéletes. Ez a lap, ez azokat az ígéreteket tartalmazza, amiket Isten elfelejtett, amiket nem tartott be. Ott van rajta az összes. Az összes nincs olyan ígéret, és ha most adnék egy tollat, hogy itt egy üres papír, jöjjön elő az, aki csalódott az Istenben, és nem tartotta meg Isten azt, amit megígért, akkor nem tudnánk rá mit érni. Lehet, hogy csalódtunk olyan elképzelésekben, amit Istennek tulajdonítottunk, mert az egy nem egy igazi Isten kép volt, de az, amit Isten megígért, azt ő mindig, minden alkalommal állandóan megtartja. Soha nem feledkezik meg az ígéreteiről, egyikről sem. És ez a lap, ez jó, hogy ott van előttünk. Hogy ez a lap nem fog bővülni. Nem mi leszünk az elsők a történelem során, akik végre felírhatunk valamit erre a lapra. Isten nem most kezd el felejteni. Ő nem felejti el az ígéreteit. És ahhoz, hogy egy kicsit ezt közelebb hozzuk most az életünkhöz, szeretném, hogy a néhány ígéretet meg tudnánk nézni. Ez a könyv, ami a kezünkben van, ez az ígéret könyve. És az az út, ami előttünk áll, az az ígéret földje. Az ígéret könyvével a kezünkben haladunk az ígéret földje felé. És Istennek az ígéretei ott vannak előttünk. És lehet, hogy most még sziklákat látsz, lehet, hogy most még hegyeket látsz, amiken át kell kelni, de ott van az ígéret földje. Nem egy földi utazás ez, mint talán Mózeséknek volt, hanem egy olyan lelki utazás, egy olyan szellemi utazás ami már egy jó ideje tart, ha az Úr gyermeke vagy, és egy jó ideig tartani fog, amíg az Úr gyermeke vagy ezen a földön. Az ígéret földje felé. És az az érdekes, hogy Isten nem csak, hogy nagyon figyel arra, hogy amit ő kimond, azt megtartja, de nagyon sok ígéretét úgy adta nekünk, hogy abban elhelyezett minket, mint embereket. És azt mondta, hogy ha te ezt teszed, akkor ennek ez lesz a következménye. Én megígérem. És ezek az úgynevezett feltételes ígéretek. Ezek közül szeretnék egy néhányat hozni most, azért, hogy meglássuk, hogy a mi életünkben egy igazi készpénznek vehetjük azt, amit Isten megígért, hogy az úgy lesz. Vannak nagyon egyszerű feltételes ígéretek. Hol van a legtöbb feltételes ígéret? Melyik az a könyv, amik hemzseg a feltételes ígéretektől? Szinte mondat, mondat után következnek. Mózes könyvében is így van. És van még az Ószövetségben több olyan könyv, most egyre vagyok kíváncsi, ami tele van olyanokkal, hogy ha fiam ezt teszed, akkor ez fog történni. Példabeszédek könyve. Ha majd úgy keresed, mint az ezüste tanulmány, akkor megérted. Ha majd ezt teszed, ha majd ezt teszed. Egy példát hadd hozzak konkrét példát. Az egyik kedvenc a Példabeszédek könyvéből 16-18 azt mondja, az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Egy feltétel. Azt mondja, a Példabeszédek könyve. Kicsit értelmezzük ezt most magunknak, hogy a látsz valakit, aki felfúvalkodott, mi fog történni? Mi fog vele történni? Össze fog omlani. Mert azt mondja, hogy ha van egy összeomlás, akkor az az összeomlás előtt ott volt a gőg. Ha van egy bukás, akkor az a bukás előtt ott volt a felfúvalkodottság. Mit tudunk ezzel akkor most mi kezdeni? Megnézem az életemet, és ha azt látom, hogy felfuvalkodott vagyok, vagy gőgös, akkor választhatok. Megalázom magam, és aki megalázom magát, azt az Isten felmagasztalja, és én az Isten elé jövök is, és meghalom a bűnömet, és megalázom magam, vagy megvárom azt, hogy egy borzasztó, fájdalmas összeomláson keresztül az Isten meg fog alázni. Melyiket szeretnénk választani? Melyik a szimpatikusabb? Hát inkább az első, ugye? Isten ígéretei, különösen azok, amik ilyen köthetőek, Jó, jógyaitanak a szívünkbe, mert látjuk azt, hogy ha valamit teszek, annak mi lesz a következménye. És a példák, amiket hoznék most, János evangéliumából valók, először a 15. fejezet. A 15. fejezetben, azért nagyon érdekes fejezet, már a 13. fejezettől kezdve egészen a 15. a főpapi imáig Jézusnak egy nagyon hosszú monológiát olvassuk. Ahogy a tanítványokkal beszél még utoljára, és sok mindent elmond nekik, és jól ismert igék vannak ebből, akár a 14. fejezet, én vagyok az út, az igazság és az élet, jól ismerjük, majd jön a pártfogónak az ígérete, a 15-ös az a szőlőtő, és döbbenetes, hogy a 15-ös fejezetbe 13-szor mond Jézus olyat, hogy ha ezt teszitek, akkor valami lesz. Ha ezt teszed, akkor ez fog történni. Hadd hozzak erre néhány példát. Azt mondja Jézus, ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Ahogy ezt a mondatot elolvassuk, nem nyűgöz minket Istenek ez az ígérete? Hogy Isten ezt kimondta? És azt olvassuk, hogy nem ember, hogy hazudna, vagy, vagy csak úgy túlozna, vagy megfeledkezne dolgokról. Jézus azt mondta, hogy ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit kérjetek, és én megadom nektek. Jó egy ilyen ígéreten elmélkedni? Azt olvassuk Máriáról, hogy amikor az Isten beszélt hozzá az angyalon keresztül, Mária szívébe zárt a mindazt, és később is még sokat gondolkodott rajta. Hadd kérdezzem meg, hogy mit szoktál gondolkodni? Én nagyon sokszor rajta kapom magam hogy elkezdek aggódni, és gondolkodok azon, hogy hogy lesz megoldva ez a helyzet, és ez a helyzet, és, és itt is van egy probléma, és, és ó, mi lesz így. És az Isten, hogy megszólít, hogy nem tudnál az én ígéreteimen kicsit aggódni, nem a problémáidon, kicsit gondolkozz arról, hogy én mit ígértem meg neked. Törzs meg az elmédet az én ígéreteimmel, és ezeken elmélkedj. Azt mondja Dávid, hogy az a férfi, aki az Isten ígéven gyönyörködik. És arról elmélkedik éjjel-nappal, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében megtermi gyümölcsét, minden sikerül, amit tesz. Azért ez egy nagyon komoly mondat, <laughs> hogy ebbe belegondolunk, hogy mit mond az Isten igéje. És ez nem valami jóléti, vagy valami szuper evangélium. De arról beszél, hogy amikor az Istenben benne vagy, és csordultik vagy vele, akkor amit kérni fogsz Jézustól, az egy olyan összhangban van az Istennek az akaratával. Hogy azt fogod kérni az életedre, ami Istennek a vágya. És azt mondja az, hogy miért ne adnám meg neked, amikor azt kéred tőlem, amit én szeretnék neked adni. Háthozok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy a kisujjam állandóan valami cukros üdítőt szeretne inni, és elmagyarázom neki sokszor, és sokszor, hogy nem annyira jó az neki, és jót tenne neki egy kis vízivás. És azt megérti, mert sokat időzünk együtt, és oda jön hozzám, azt mondja, hogy édesapám, Kérhetnék tőled egy pohár vizet. Mit fogok mondani? Na végre, fiam! Hogy ne adnék neked vizet? Ez a vágyam, hogy ezt adjak neked. Örömmel adom neked ezt a pohár vizet. Ez a legjobb, amit most adhatok neked. Amikor az Istenem vagyunk, és a szívünk összehangolódik vele, és az ő akaratámon kérek, akkor bármit kérek, azt mondja az atya, hogy na végre már. Ezt akartam cselekedni. Örülök, hogy kérted, végre indulhat, amit szeretnék az életedben. Egy másik, ugyancsak Jézus itt mondja, hogy ha parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az én szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Azt mondta Jézus, hogy ha az én parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az én szeretetemben. És utána azt mondja Jézus, hogy egy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ezt nem tudjuk kikerülni. Nem lehet kikerülni. Egymást szeretni kell, nincs mese. Feltétel nélkül nem számít, hogy ki és mi egymást szeretnünk kell. Ez parancs. Nincsen kifogás. És azt mondta Jézus, hogy az én parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az én szeretetemben. Jézus életének egy kulcsa az volt, hogy megmaradt az atyában. Azt mondta, hogy nem mondok más, csak azt, amit az atyától hallottam. Nem teszek más, csak azt, amit az atyától láttam. Egy olyan összhangban volt az atyával. És hogyha megmaradsz Jézusban, ha megtartod az ő parancsolatait, amik nem nehezek, hogyha benne vagy, János Level azt mondja, hogy ha szeretjük őt, megtartjuk az ő parancsolatait, és látjuk, hogy ez micsoda csodálatos összhangban van, hogy szeretem az Istent, akkor a szeretetéből fogom ezt megtenni. Majd azt mondja Jézus, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én igémet. Az pedig az én atyám is szeretni fogja. Elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Nem hevül a szívünk egy ilyen igérettől, amikor azt mondja Jézus, hogy elmegyek hozzá az én atyámmal, és nála maradok. Ott leszek vele. Állandóan. Sőt, azt mondja Jézus, hogy utána egy másik igében, hogy ki nyilatkoztatom neki magamat. Lehet -e ennél nagyobb ígéret egy Istennek, hogy elmegyek hozzád, és kinyilatkoztatom neked magam. Megmutatom neked, hogy ki vagyok. És odaállhat a sziklához, ahogy Mózes tette, és megláthatsz engem. Nem az ő dicsőségét úgy, ahogy majd a mennybe nyilván, de az Isten ismeretében mélyebbre és mélyebbre akar minket vinni. Egy utolsó igét hadd hozzak, azt mondja, hogy Jézus arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Na újra itt ez a szeretet. És még csak nem is az ellenség szeretet. is remélem, hogy az ellenségünk nem itt bent ülnek mellettünk. Azt mondta Jézus, hogyha egymást szeretitek, ebből látja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. És aztán majd beszélt Jézus az ellenség szeretetről is bizony, hogy ne átkozzátok, hanem áldjátok azokat, akik titeket üldöznek. De itt még csak azt mondja, hogyha egymást is szeretni fogjátok, erről látja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Sok mindent tehetünk mi, mint keresztény egyház, meg baptista egyház, lehetnek hatalmas megmozdulásaink, meg konferenciáink, koncertjeink, jubileumaink, épületeink, mindenféle dolgot csinálhatunk. De ez a világ nem fogja meglátni, hogy az Istennek a gyermekei tanítványai vagyunk egészen addig, amíg egymást nem szeretjük. És ez biztos. És amíg egy szó különbségen és apróságokon vérre menő, gyűlölködő viták mennek, addig nem számít, hogy micsoda intézményeink vannak, hogyha nem tudjuk egymást szeretni. Jézus azt mondta, hogy arról látja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Sok-sok ígérete van Jézusnak, amit tett. Ez a néhány, amit most idéztem, ez nekem azért nagyon sokat jelentő ígéretek, mert Istennek a következetességét látom. Amikor azt mondja, hogy ha ezt teszed, akkor ennek ez lesz a következménye. Hogyha emezt teszed, annak ez lesz a következménye. Én szeretem az én agyamnak a működésében, ez sokat segít, hogy tudom azt, hogyha ezt teszem, akkor ez fog történni. Engem nagyon összezavarna, hogyha nem tudnám, hogy mi történik. Hogyha hogy kiszámíthatatlan lenne minden, és nem tudnám, hogy mi miért történik, de tudom azt, hogyha bennem maradok az atyában, és az ő beszédei bennem maradnak, akkor mi fog történni az ima életemmel? Tudom azt, hogy a Jézusban maradok, és az ő szeretetében, akkor hogy fogom szeretni a másik embert? És visszafele is működik ez egy visszacsatolás. Hogyha nem tudom szeretni a másikat, akkor tudom, hogy hol a probléma. Nem vagyok benne az Istenbe. Nem máshol fogom keresni a problémát. Nem valami személyiségfejlesztő kurzust kell elvégezzek, hanem az Istenbe való szeretetemet kell megvizsgáljam. És tudom azt, hogyha az ima életemben megállás nélkül csak kudarcokat látok, és, és semmi sem működik, akkor megnézem azt, hogy bennem van-e Jézusnak a beszéde, és bennem maradok-e, hogy amit kérek, az összhangban van-e vele, hogy megdicsőül -e abban, amit kérek tőle. De az is csodálatos, hogy Isten nem csak ilyen ígéreteket adott, ami következetességre tanítanak minket, hanem adott olyanokat is, amiket ő megígért, és amiket mi változtatni nem tudunk. Ő azt mondta, hogy menjetek el szerte világra, és itt is azért itt van egy feltétel, hogy a mi dolgunkat tenni kell, de azt mondta, hogy megígérte a tanítványunknak, hogy íme én pedig veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én veletek vagyok. Nem hagylak el. Azt mondja a zsidókban, hogy nem hagylak titeket árván. Nem hagylak el téged, és nem hagylak árván. És megígérte a tanítványunknak is, hogy eljön a pártfogó. És olyan ígéretei ezek az Istennek, amiket nem tudunk változtatni. Egyet hat hozzak még, ahol ez talán a leginkább kidomborodik a Róma 8 a végén, mikor Pál Lapostól arról beszél, hogy kiválasztottál minket a Krisztusnak a szeretetétől. Egy elég hosszú felsorolásba kezd angyalok, emberek, mélység, magasság, halál, teremtmények, és annyi mindent felsorol, és azt mondja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem képes engem az Istennek a szeretetétől elválasztani. Semmi, amely megjelent, ami Urunk Jézusban, Krisztusban. Semmi. Jó megerősödni az Istennek az ígéretében. És amikor felkezd holnap reggel, és tegyük fel, hogy esik az eső, nincs jó idő, és olyan rossz hangulatod van, olyan jó felfrissíteni magamban, hogy azt olvassuk Máriáról, hogy ezen gondolkodott, hogy felkelek, megmosom az arcomat, és azon gondolkodok, hogy mai nap se fog tudni semmi engem az Istennek a szeretetéből elválasztani. Mai nap is Jézussal élhetem az életemet. Bárhogy néz ki a napi rendem, bármit kell végezzek, Jézus Krisztussal fogom tudni ezt tenni. Egy olyan jó példa volt az életemben, amikor a lelki pásztorom még újfehérton azt mondta, hogy a napjának az egyik fénypontja mikor kora reggel, mikor még mindenki alszik a családjában, fel kell, és együtt kakózik Jézussal. Ezt most értsük nagyon jól. Azt mondta, hogy a betegsége miatt ezt tudta már csak inni, kakózni tudott. És azt mondta, hogy kora reggel felkelek, és elkészítem, és hogy kutyolom a kávé, a kakóport. Tudom, hogy itt van mellettem, és beszélgetek vele. És leülünk, és, és elmondom neki, hogy hogy indult ez a napom. És kijöntöm neki a szívemet, hogy Jézus mi vár rám ma, és kérem a te erődhet. És aztán miközben iszom a kakót, hallgatom, hogy mit mond nekem, azt mondja az Ige, hogy minden reggel felébreszt az Úr, hogy hallgassam tanítványaként, hogy mit mond nekem. Van ilyen időd, amikor együtt kávézol Jézussal, együtt kakózol vele. Van olyan időd, ami a napodnak a fénypontja, amikor vele vagy, és akkor feltöltek ezzel benne. Mert ő veled van, ő megígérte, hogy semmi sem tud téged elválasztani az ő szeretetétől. Arra hívlak, hogy éljünk az Istennek az ígéreteiben. És emlékeztessük magunkat erre. Akkor is, amikor nem jól indul egy nap, amikor ballábbal kelsz fel, hogy Jézus, Te itt vagy velem, ahogy itt most fogom a fogóckodód a buszon, ahogy ülök a reggeli vonaton, Te itt ülsz velem. Te megígérted, hogy nem hagysz el engem. És én most kiöntöm neked a szívemet, és köszönöm, hogy a Te ígéreteidre ráállhatok. Hívő életem elején nagyon sokat küzdöttem az bizonyosságommal, hogy most van üdvösségem? Nincsen. Ezt már meséltem többször a testvéreknek. Este úgy feküdtem le, hogy megerősödtem, hogy van örök életem. Reggel úgy keltem, hogy hát most nem érzem, hogy örök életem van. Most akkor mi történt? Pedig megbántam a bűneimet, pedig az Jézushoz jöttem, de nem érzem. És egy dolog tudott nekem ebbe segíteni, hogy az igazság megszabadít. És Jézusnak az ígéreteit amiket megígért nekem, kigyűjtöttem. És amikor reggel felkeltem, nem éreztem örök életet, se a szívembe, se a gyomromba, sehol. De néztem az ígéreteit, és ismételgettem, hogy Jézus, te megígérted nekem ezt. És én elhiszem azt is, amit most nem érzek, hogy te megígérted nekem. És csodálatos dolog történt. Pár perc múlva elkezdtem érezni az örök életet, de nem attól lett örök életem, hogy érzem. Az csak egy érzés, hanem azért, mert az Isten megígérte, azt olvassuk Ábrahámról, hogy reménytelenség ellenére is reménykedve hitte, hogy Isten, amit megígért, azt meg is tudja tenni. Azt olvassuk, hogy százesztendős lévén hitében nem gyengült meg, mikor arra gondolt, ugye, hogy ő már százesztendős, elhalt a saját teste, sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ez a mondat nagyon érdekes. Tele van ellentmondásokkal, legalábbis úgy tűnik, hogy lehet teljesen bizonyos a felől, amiben csak hisz, nem? Mi azt mondjuk, hogy megbizonyosodtam valamiről, mert láttam, Ábrahám megbizonyosodott azért, mert hitt. És azt mondja, hogy teljesen bizonyos volt abban, amit Isten ígért neki, hogy meg tudja tenni. Teljesen bizonyos volt. Minden körülmény ellene szólt. Minden. De az Isten ígéretet tett neki. És ő megtartja az ígéreteit. Erre hadd bátorítsalak, hogy amikor legközelebb, ma, vagy esetleg már holnap reggel, megnyitod az ígét, és az Istennel beszélgetsz, akkor keresd az ő ígéreteit és építsd erre az életedet. Nem arra, hogy mit érzel, vagy mit nem. Olyan sok keresztényt megbénítasz. Most úgy van kedvem imádkozni, most nincs kedvem, most van kedvem ehhez, most van kedvem gyülekezetbe jönni, most nincs kedvem, most van kedvem szolgálni, most nincs kedvem. És az érzelmek irányítanak. De helyez inkább az érzelmek helyett az Isten ígéreteire az életedet. És vald meg hittel azt, amit az Isten megígért neked, mert ő megtartja az ígéreteit. És tanuljunk tőle, hogy az ő gyermekei vagyunk, akkor tartsuk meg az ígéreteinket. Tegnap el kellett menni a bevásárló központban, és egy olyan helyre mentünk, ahol van olyan kis kocsi, olyan kis tologató, aminek van kormánya. És a fiamat már jó előre felkészítettem, hogy milyen öröm lesz majd neki abban ülni, és hát nagyon vártam már. És hát nyilván mi történik szombat délután? Hát az összeset elvitték. És hát akkor jött a dilemma. Apa, azt mondtad, Tudom, fiam. És egyrésztről sietnünk kellett volna, másrésztről a fiamnak megígértem valamit. Nem volt más választás. Ott kellett állni 15-20 percig, és várni, hogy végre valaki kihozon egy olyan kocsit. De mikor kijött az a kocsi, és a fiam beleült, és láttam a csillogást a szemébe, és láttam azt, hogy nem csalódott bennem. Igen, várni kellett rá, azon nem az én hibám volt, de megtartottam neki, amit megígértem. Akkor megéreztem, hogy milyen az, amikor az Isten megtartja az ígéreteit, és azt mondja, hogy gyermekem, megígértem neked, megtartom. A habakuk kettőben azt mondja, eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Mit tanultunk ma Istenről? Hogy ő megtartja az ígéreteit. Azért arra bátorítlak, hogy ne lefele nézzél, és ne befele, hanem nézzél fel az Istenre. Sokkal boldogabb életnek a kulcsa ez. Sokkal, sokkal inkább az Úrnak az öröme megtölt ilyenkor, mikor nem arra nézek, amit éppen látok, hanem az, amit az Isten megígért. Mert neki gondja van rá, hogy megőrizze és beteljesítse azt, amit megígért. Elhisszük ezt? Hú. Hát ez nem volt túl bátorító. Elhisszük ezt, elhisszük. Amen. Legyen így az életünkben. Az énekar szolgáltat ki.